1823. És már itt is vannak velünk a stúdióban Rákai Filip producer és Berettyán Nándor színművész. Jó estét kívánunk, sziasztok! Jó estét, szervusztok! Jó estét, sziasztok. Nándor, csillogó szemekkel nézted az iménti képkockákat. Hát itt az előbb Filippel pont beszélgettük, hogy egy hónapja körülbelül, hogy befejeztük, és hogy olyan nosztalgia van a forgatás után, és most, ahogy néztem itt a felvételeket, hogy a soproni helyszínt, meg a Kincsen parkot, hogy meg az embereket, a operatőröket, hogy olyan... Úgy összeszorul az ember szíve, vagy az én szívem legalábbis. Sokáig létettetek együtt. Gondoltátok valaha, hát mi körülbelül egy ívásúak vagyunk, kb. De gondoltátok, hogy kosztümös filmet fogtok csinálni? Szerettétek a kosztümös filmet gyerekkorotokban? Hát ezen nőttünk fel. És annyira hiány. Tehát 15 éve, 20 éve arról álmodom, hogy végre ilyesfajta időutazásokat készítsünk sokat és kiváló minőségben, úgyhogy remélem, hogy erre lesz majd lehetőség, de amit az előbb Nándi mond, szóval tényleg egy egészen elképesztő időutazás volt ez a majdnem 100 napos forgatás, amikor április talán 20-án, 21-én kezdtük a Nemzeti Múzeumnál, aztán jártunk hetekig Sopronban, Komáromban, Esztergomban, visszajöttünk Pestre, a Kincsen parkba, a múzeum körútra, a Papneveldébe, és aztán utána mentünk majdnem 45-50 napra abban a hatalmas épített díszletvárosban, amelyet Fóton direkt ennek a filmnek a forgatására építettünk föl, amely egyébként ma a világ egyik legnagyobb 19. századi díszletvárosa. És hát elképesztő volt veletek dolgozni, vagy a fiúkkal dolgozni, tényleg már nagyon-nagyon hiányzik a csapat, lassan valami osztálykirándulást szervezünk, és meglátogatjuk újra az emblematikus helyszíneket. És ez a rengeteg leforgatott nap, ez a rengeteg együtt töltött idő, ez mind-mind a filmben valóban egy nap történéseit mutatja be ezen a rengeteg helyszínen keresztül? Hát igen, ugye ez, azt el lehet mondani, hogy ez 14. estétől 15. estéig tart ez a film. Az a nehéz benne, hogy miközben egy nap, a közben azért ezeknek a figuráknak, vagy karaktereknek az egész jellemét valahogy meg kell próbálni ábrázolni. Nyilván Filipék nagyon sokat dolgoztak ezen, hogy lehet azokba a pici helyzetekbe beletenni azokat az árnyalatokat, amiktől ezek az emberek... Hát egyrészt kórhű lesz, meg hogy emberek lesznek, hogy nem szobrok lesznek, nem egy ilyen távoli márványfigurák. Igen, talán ez az egyik legnehezebb dolog, hogy élő emberekké tenni ezeket a hősöket, történelmi alakokat, akik gyakran az lesz. Azt hiszük, hogy ismerjük őket. Igen, ez volt az egyik legnehezebb feladat, és amikor egyébként nagyjából 3 évvel ezelőtt Szent Evajkkal együtt kitaláltuk ezt az ötletet, hogy 24 óra történetét meséljük el úgy, ahogy talán még soha senki nem látta. Nyilván egy csomó fikció is van benne, másfelől pedig történelmileg egészen elképesztően a szőrszál hasogatásig hülyek voltunk. Bizonyos szempontból, más szempontból meg tényleg sok az általunk kitalált kalandfilmes fordulat, akkor azon dolgoztunk majdnem 3 évig a forgatókönyvön, Kiszabó Már barátunkkal kiegészülve, hogy lehet megmutatni egy Jókait, hogy lehet megmutatni egy Petőfit, akik persze ma már a magyar történelem legnagyobb ikonjai, de akkor 20 éves srácok. Igen. Akik nem tudták, hogy amit most éppen csinálnak, az micsoda. Talán Petőfi lehetett az egyetlen, aki egyfajta vátesként szinte látta maga előtt, hogy mi jön ezután. És mindig el szoktam mesélni ezt a megrázó történetet, például a Pilvaxot is fölépítettük Fóton, kívülről, belülről, hogy gondoljatok bele, amikor az 1880-as években, valamikor már jóval a kiegyezés után a Pilvaxnak egy új tulajdonosa lett, akkor már sokadszor, és egy márványtáblát avattak a máciusi ifjaknak, és meghívták oda Jókai Mort, hogy mondjon ott egy kvázi leleplező, a táblát leleplező beszédet. Hogy képzeljétek el, hogy Jókai Mor milyen érzésekkel léphetett be a Pilvax küszöbén, hogy ott attól a törzsasztaltól, a közvélemény asztalától indult el minden, és gyakorlatilag 24 óra alatt kiforgatták a sarkából az egész világot, és közben a barátai, a harcostársai egy része akkor már nem élt. Hát Vasvári is belehalt. Igen. Ahogy Petőfi is belehalt, azt se tudták, hogy hol van eltemetve. Igen. Szóval, hogy nagyon, nagyon megrázó ez már mai fejünkkel, de amikor ők március 15-e reggel bemennek a Pilvaxba, és elkezdik ezt az egészet,
nem tudják, hogy hogy kell ilyet csinálni. Vannak előképek a francia forradalom, de persze az teljesen más volt. És elkezdik, elindul valami, és a magyar irodalom történetben és történelemben, de szerintem a világ történelemben is talán egyedülálló, hogy egy vers indít el valamit. Hogy egy versből az, hogy Petőfi fölugrik ott a biliárdasztalra, hogy akkor hívták a karambolasztalra, és elmondja ezt a verset, hogy egy vers elindít egy megállíthatatlan történelmi folyamatot. Szóval egészen megrázó. Na és oda melyik Petőfi kellett, amikor ezt elszavaltad? Hát ugye ott éppen volt erről egy sor, most azon gondolkozom, volt ugye ezt szépen végelemeztük, hogy éppen Petőfinek is a fejlődése hol tart. Ott nyilván ott egy a népvezérré váló Petőfi, szintén ugye ott még egy kisebb közegnek szaval, de ott azért már ő látja azt, hogy itt lehet lépni, és hogy kell lépni, és hogy neki kell lépni. Ugye? És hogy tehát, ez működni fog. És ez működni, igen. Tehát és ott a társai azért... is ott hallják ezt a verset először, tehát ne felejtsük el, hogy senki nem hallotta korábban ezt a verset. És szerintem az egy nagyon fontos jelenet volt, szerintem az egyik legemlékezetesebb volt a felvételek szempontjából is, amikor ti összenéztek Jókaival, amikor azt mondod, hogy írjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és van egy összenézés Jókaival és Vasvárival, és akkor fogják föl, hogy te úristen, itt most valamiben belekeveredtünk, valamit elindítottunk, amiből ki tudja, hogy mi lesz, és hogy lehet, hogy az is benne van, hogy egyszer a történelem részesei vagyunk. De ezek közben, még egyszer mondom, 20 éves srácok, akik humorosak, szeretnek, esznek, isznak, csajoznak, de amikor oda kell állni a hazáját, akkor odaállnak, és az életüket is adják. Csak hogy beszéljünk egy kicsit, spoilerezzük egy kicsit a filmet, van benne győz a forradalom, ezt ugye lesz majd, lesz forradalom és győz. Igen, de hogy mit forgattatok ilyen sokáig? Tehát mi az, amit meg kellett bingizni ahhoz, hogy fikció legyen benne, ahogy a Filip mondta, hogy kicsit legyen benne sóbors, amitől még érdekesebb a sztori. Nem az ügy iránt való tiszteletlenség mondatja velem, ellenkezőleg, hogy amikor elkezdtük fölkutatni az egykori kéziratokat, a visszaemlékezéseket, hogy meg amiket a történelemkönyvekből is tanultunk, hogy és akkor reggel elmentek a Pilvaxba, akkor onnan az orvosi, meg a jogi kar, akkor kinyomtatták, akkor az mentek délben ebédelni, mert a pesti ember azért forradalmi, ide vagy oda csak ebédel, akkor utána elmentek a Nemzeti Múzeum, stb. És az egész olyan, mintha dróton húznák, mintha nem lenne benne feszültség. Tehát nem izgalmas forgatókönyvírói vagy filmes szempontból. És akkor azon gondolkodtunk, hogy ha ebben a pillanatban Táncsics Mihály egyébként, aki Jókaihoz vagy Petőfihez képest egy kvázi no-name figura, börtönben ül egy politikai pamflet, egy ártatlan politikai pamflet miatt, akkor csak nem gondoljuk komolyan, hogy az osztrákok ölbetett kézzel végignézték, hogy néhány 20 éves srác ribilliót csinál a városban. És kitaláltuk, történészekkel beszélgetve, azt a titkos rendőri karaktert, ugye ekkor már az osztrákok a titkos rendőrséget alapjaiban szervezik, igen. Aki azt a megbízást kapja az osztrákoktól, Ignác von Lederer hadseregtábornoktól, hogy nem érdekel, hogy hogyan, milyen eszközökkel vonja ki Petőféket a forgalomból, ne öntsön olajat a tűzre, és ha lebukik, nem ismerjük egymást. Ezt a feladatot kapja az általunk kitalált antagonista. És akkor elindul egy veszőfutás, és előre elmondom, hogy a történelmi stációkat természetesen nem siklatjuk ki, mert nem. De hogy közben egyébként mi történt, vagy mi történhetett, amit senki nem dokumentált, mert lehet, hogy Petőfék sem tudták, hogy akarták őket megakadályozni abban, hogy eljussanak A-ból B-be. Na az a mi forgatókönyvírói fantáziánk, de szerintem színészileg nagyon izgalmas helyzeteket teremtett. Hát nagyon izgalmas, ugye az valóban. Erről nagyon sokat beszéltünk, amit már Filip említett, hogy abban ugye nem nagyon gondolunk bele, hogy tényleg amikor itt ők álltak a Pilvaxnál, akkor nem tudták, hogy a következő lépés mi. Tehát hogy ez nem volt egy ilyen világos forgatókönyv. Amikor elmentek az emberek a nyomdától, akkor nem tudták, hogy visszajönnek a múzeumhoz. Szóval, hogy ez már így, most mindenkinek, nyilván az ünnepségek és ennek az egésznek az emlékezete miatt, ezt így tudjuk, hogy mi fog történni. Kézen fel, hogy igen, és akkor átmentek Budára, de ott akár belejük is lőhettek volna amúgy. És egyébként hogy mentek át, amikor nem volt híd, ugye a hajóhídon tudtak átmenni. Szóval ez azért, az nekünk is át kellett hangon, és csak a verse visszakötve, hogy nyilván amikor ezerszer hallotta már az ember a Nemzeti Dalt, akkor máshogy is mondja, meg máshogy hallgatja. De amikor tényleg ezt amikor először... Ott kell megszülni, és ez először hangzik el. Ezt mindenki először hallja. Azért az egy,
azt valahogy úgy át kellett hangolni az emberbe, mert annyira velünk van ez a történet. Akarom, de még az előző filmben, amire talán mindannyi emlékszünk, nem is talpra volt írva, hanem rajta. Igen. És akkor ezt áthúzták. De ez így is, egyébként ez így történt a Petőfi napló és a visszaemlékezések szerint. És amit Andy mond, még annyiban kiegészíteném, hogy mi folyamatosan azt a feszültséget kerestük, és ezt kutattuk szintén, amikor történészekkel beszélgettünk, hogy lehet az, hogy Bécsben kitör a forradalom. Ugye ezt a fiúk március 14-én este tudják meg, ugye berohan a Pilvaxba egy fiatal, és azt mondja, uraim, most jöttem a hajóval Bécsből, Bécsben kitört a forradalom. Metternich megbukott. És arról gondolkodtunk, hogy vajon Ignác von Lederer, aki az osztrákok hadseregtábornok, aki Metternich jobb keze, Pest-Budára kirendelt élethalál ura. Ő vajon mikor tudhatta meg ugyanezt a hírt? És az a döbbenet, hogy valószínűleg, ha nem is percre pontosan, de nagyjából ugyanabban a fél órában, mint a fiú, pedig azért, mert Bécs és Pest-Buda között nem volt távíró. Bécs és Pozsony között volt az országgyűlés miatt. Tehát valószínűleg feltételezhetjük, hogy pont ugyanaz a lahajóval érkezett az Ignác von Lederernek hírt hozó ember, mint az a fiú, aki berohant és a március ifjakat értesítette. És ezért van ez a veszőfutás, hogy Ignác von Lederer egy picit le van maradva, kicsit látja maga előtt, hogy Metternich az ő főnöke valahol áruhában, épp női, vagy nem tudom milyen ruhában menekül, mert föl akarják koncolni, belelőttek ott a diákokba, tehát ott valami hatalmas ribillió kerekedett, jóval nagyobb, mint amit bárki valaha is gondolt, talán túl is reagálták a helyzetet, és itt kell neki valamiféle döntést hoznia, és nem jó döntést hoz, de folyamatosan szaladnak az események után, és mi pedig, ahogy mondtam, nem fogjuk kisiklatni a történelem menetét, de hogy közben mi történik, szoktam mondani, hogy a történelmi kisdoktorit nem ebből a filmből kell majd írni, mert ez egy szórakoztató film, de hogy meg fog dobbanni a szív, az egészen biztos. Hál' Isten! És azt is említettétek már, hogy ugye fikciós elemekkel is tűzdelve van ez a film, de nagyon sok, ahogy te mondtad, szőrszál hasogatóan, pontosan rekonstruált dolog is van benne, mint például az izgalmasnak tűnő nyomdagép, és olyan díszletek között játszottátok, ami egészen egyedi. Hát igen, az a nyomdagép is, az nem tudom hány tonna, szóval az, annak volt egy szakértő, aki ezt elmagyarázta nekünk, hogy működik, amire most nem vállalkozom, mert akkor se értettem teljesen, de hát ebből a szempontból a legmegrázóbb az a Pillbox volt. Azért, amikor onnan belépett először az ember, az... ugye ott picit van egyszerűen a forgatás, vagy a filmezés miatt van egy picit megnagyobbítva a tér, de hát azért az is úgy szíven üti a dolgot. De ugyanolyan asztalok. Biliárdozni megtanultál? Én próbálkoztam, de állandóan ránk szóltak, meg ugye hát volt egy statiszta, és mindig beleakadt valakibe, de... De a szőrszálhasogatásig, tehát tényleg megörítettük néha kreatív producerként a stábot, mert azt képzeljétek el, hogy a Pilvaxban 2-3 olyan eredeti metszetet találtunk, amely például a tapétától kezdve a falikarokig és a csillárokig kikövetkeztethető volt, hogy nézett ki. Azokat is méretarányosan megterveztettük, leöntettük. Tehát egy az egyben úgy nézett ki minden. De tovább megyek, az asztalokon az aznapi újságok voltak kívülbelül kinyomtatva. Tehát a Wiener Zeitungtól a Jókai által szerkesztett Honderűig és életképekig bezárólag. Tovább megyek, megfőzettük és lesüttettük békebeli receptek alapján azokat az ételeket, amelyek a Pilvaxban voltak. Tehát amikor azt látod a jelenetben, hogy a főszereplőink vagy a statisztéria eszik valamit, akkor pont olyan ételek tettek, és olyan receptek alapján, mint ami a Pilvaxban volt. Erre lehet azt mondani, hogy ez talán egy picit túlzó vagy fölösleges. De majd mindjárt átadjuk a Nandinak a szót, hogy színészként én azt gondolom, ez Stanislavski módszerről hosszan lehetne beszélni, hogy ennek neki támaszkodni egy színésznek azért szerintem az egy nagyon nagy ezt erő. Ezt mi is értjük, sajnos Nandinak már nem tudjuk a szót átadni, mert majd itt a vége. Mindig segítették őt Petőfiként létezni, az biztos. Az nem ma lesz, de dolgozunk sokat. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük.